Russia appears to be clapping back at the U.S. with a release video of an exoskeleton suit that is, for now, just a prototype. The exosuit was first introduced at Moscow's National University of Science and Technology. State-owned RT called the suits Star Wars-like because stormtroopers. You can see the suit includes some sort of heads-up display for the face and is basically designed for maximum toughness. However, this Galactic Empire moment was really first conceived of by the US military when it officially introduced what it called an Iron Man suit in 2013 in a partnership with DARPA. Special Operations spokespeople say they're on their fifth prototype of the US's Tactical Light Operator suit and will begin hardcore testing next summer. By the way, shortened, that suit is named Talos, which is also the name for a large automaton made of bronze in a Greek myth, which went about an island and protected it from pirates. Makes sense. Various companies in the US still show off their versions of this kind of tech, wrapping in night vision, oxygen, communications, sensors, and computers, all into a suit that protects most of a person's body in armor while carrying any weight placed on it. This might seem like it would cost a heck of a lot of money, but remember, the Department of Defense already spends a lot on gear per average soldier. The AP says it's about 17,000 now and projected to grow to almost 60,000. Special operators like elite Navy SEALs will be wearing the Talos suit first, so God knows how much that will be. See you tomorrow. A ruhával most nem szeretnék részesen foglalkozni, vagy a technológiával. Majd lehet, hogy később igen. Egyelőre csak azt találtam érdekesnek, hogy a ruha neve az ugye Talosra jött ki a rövidítése. És gondoltam más is érdekel, hogy honnan is jött ez a név vagy elnevezés. Úgyhogy ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi is vagy ki is ez a Talos. Nézzük gyorsan végig, hogy a szótárak mit mondanak Talosról. Talos ez ugye a dictionary.com. Ugye Talos az egy bronz karakter, akit Hephaistos készített Minosz számára, hogy Krétát őrizze. Ez a bibliatodo.com, és itt azt láthatjuk, hogy Talos a görög mitológia egyik alakja volt, egy bronz figura, egy bronz ember, akit Európának ajándékozott Zeus ugye ebben az esetben, hogy Krétát, Kréta szigetét őrizgesse. És még az az érdekesség, amit itt megtudhatunk, hogy magához ölelte az embereket, és tűzbe ugrott, így elevenen megégtek az emberek, az ellenfelei. GreekMythology.com arról számol be, hogy Talos egy hatalmas bronz ember volt, aki Európát védelmezte Kréta szigetén a kalózoktól. Európa ugye az istennő. Több verziója van természetesen a történetnek. Az egyik szerint Hephaistos készítette Taloszt, és ő ajándékozta Minosznak, aki Kréta királya volt ebben az időben. Talosznak egyetlen ere ér volt a testében, ez futott egészen a fejétől a talpáig, és ezen ez az ikor, vagy ájkor angolul folyadék folyt keresztül a testén, ami az olimpikonoknak volt az isteni vére. Ha már Európánál tartunk, Európa egy krétai hold istennő volt, aki tulajdonképpen egy föníciai hercegnő volt, egy szűz föníciai hercegnő, és ő volt Agenor király, Szidon királyának a lánya. Egy éjszaka Európa egy álmot látott, amikor is Ázsia is egy másik kontinens női formát öltött, és azon vitatkoztak, hogy Európa kihez tartozik. És ekkor Ázsia azt mondta, hogy mivel Európa Ázsiában született, ezért hozzátartozik, a másik kontinens pedig azt mondta, hogy nem fontos, hogy hol született Európa, hiszen Zeus úgyis neki fogja ezt adni. Ezt úgy értem Európát. Mikor felkelt ebből az álomból, összehívta a társait Európa, akik mind-mind híres neves emberek lányai voltak, hogy tanácskozzanak ezen. Zeus meglátta ezt a csapatot, és aztán a legenda szerint Eros hatására vagy segítségével idézőjelben szerelembe esett, ami tulajdonképpen a szokásos bujaság volt, amivel Zeus jellemezni lehet,
aztán egy fehér bika formájában megjelent ennek a csapatnak, és a vége ugye az lett, hogy Európa nem tudott ellenállni, és ráugrott ennek a bikának a hátára, aztán a bika beugrott a tengerbe, elúszott, és elkezdte követni őket egy sereg más istenség, mint például ugye egy Tritonról van szó, Poseidonról, és ekkor értette meg Európa, hogy ez tulajdonképpen egy isten kell, hogy legyen, aztán könyörgött, hogy kegyelmezzen meg neki, Zeus, akkor Zeus elvitte őt Kréta szigetére, ahol később több fia is született tőle, az egyik ugye Minosz volt, aztán, ha jól olvasom, akkor Radamantos is ezek közé tartozott. Ezt a történetet számos műalkotás feldolgozza, többek között ezen a képen láthatjuk, ha jól értelmezem, akkor ez Halmstadtban található, de mutatok még néhányat. Ez Antonio Caracci szobra, ami a Budapesti Szépművészeti Múzeumban található, Európa megerőszakolása a címe magyarra fordítva. De amit láthatjátok, rengeteg más szobor vagy kép, metszet szintén ezzel a témával foglalkozik. Igazából úgy tűnik, hogy vége hossza nincs, hogyha az ember elkezdi őket keresgetni. Tulajdonképpen mindenféle formában megjelenik ez, ami elképzelhető. Ha már itt tartunk, nézzük meg gyorsan Héfaisztoszról, mi az, amit megtudunk. Héfaisztosz a kovácsok, szobrászok, fémmunkások, a tűz, illetve a vulkán istene volt a görög mitológiában. A szimbólumai egy kalapács volt, üllő, illetve egy fémfogó. Ami azonban a legérdekesebbnek tűnik ebből az egészből, ez az ikor vagy ájkor, ami ugye az az isteni vér, ami az olimpikonoknak. Olimpikonok úgy, mint az istenségek tulajdonképpen erejében folyt. Úgyhogy nézzük meg ezt. Ha megkeressük az ikort, akkor, vagy ikor, nem tudom melyik a helyes kiejtés, akkor azt látjuk, hogy ez egy aranyszínű folyadék, amely az istenek, illetve a halhatatlanok erejében folyt. Ez ugye görög mitológia, és ez mérgező volt az emberekre, a halandókra nézve, és azonnali halált okozott. Itt is megemlíti azt, hogy ez a folyadék volt az, ami Thalosz egyetlen erén keresztül folyt. Thalosz volt ugye az a hatalmas bronz ember, akinek itt ugye azt írja, hogy szárnyai is voltak, és Kréta szigetén élt. Európának volt tulajdonképpen a testőre, aki kövekkel dobálta meg azokat, akik közel jöttek a szigethez, és végül ugye az argonauták ölték meg, akik Krétára érkeztek, és az aranygyapjút keresték. Mégpedig úgy, hogy Médea volt az, aki Thalosz sarkában vagy lábában található szeget kihúzta, ami ezt, ennek a folyadéknak az áramlását kontrollálta, vagy ellenőrzés alatt tartotta, és így leeresztette ezt a folyadékot Thaloszból, aki pedig meghalt. Ez pedig már explorecrete.com, ez valószínűleg Krétának, Kréta szigetének az idegenforgalmát hivatott támogatni, illetve népszerűsíteni. Itt láthatunk egy bélyeget Thalosszal, és megtudhatjuk ugyanazt, amit már olvashattunk, csak gondoltam, nézzünk egy másik forrást is. Thalosz a mitológiából ismert bronz óriás, ő volt az első robot az emberiség történelmében. Tehát az is kiderül, hogy mint egy robot szerepeltek, egy bronzból készítettek, és ez az arany folyadék folyt az ereiben, ő védelmezte Európát, ugye. Egy jól ismert és szeretett, kedvelt, legendás karaktere a görög mitológiának, és az egyik legfontosabb is egyben. Az is kiderül, hogy Thalosz nem született, hanem készítették mégpedig vagy Zeus, vagy pedig Zeus utasítására Dédalosz vagy Héfaisztosz, a tűz és a vas istene volt az, aki készítette Thaloszt. Thalosz az óriás bronzobot volt az egyike annak a három ajándéknak, melyet Zeus adott Európának,
egy arany kutya, amelyik sohasem veszítette el a prédáját, volt a másik, illetve egy nyilakkal teli tegez, melyek sohasem tévesztették el a célpontot. Ezek után három fiúk született Európának és Zeusnak, Minos, Radamantis és Sarpedon. Ezen az érmén Talos láthatjuk ugye a kövekkel a kezében, illetve a szárnyaival. Valószínűleg ezek a szárnyak adták a képességet, hogy háromszor napjában körbe repülhesse Krétát, és védelmezhesse azt. Ezen kívül szintén leírják azt, hogy egyetlen ér volt csak a testében, ami a fejétől egészen a lábáig tartott, és ebben folyt ez a folyékony fémit, azt írják, ugye megtudtuk, hogy ez arany volt, valamint egyetlen egy kis szeg vagy csap volt az, ami megakadályozta ennek a kifolyását, ez az, amit ugye megszereztek később ezzel Talos vesztét okozva. Néhány részlet is kiderül, ugye az egyik az, hogy amit már tudunk tulajdonképpen, hogy kövekkel haingálta ezeket a hajókat, melyek a szigethez közelítettek, és így elsüllyesztett őket. A másik pedig az, hogy itt úgy írják le ezt az egészet, hogy beleugrott a tűzbe addig, amíg ő maga fel nem hevült olyannyira, hogy izzott, és elkapta az embereket magához, ölelte őket, így okozva az ő halálukat. Minden egyes alkalommal, amikor ez megtörtént, vagy elsüllyesztett egy hajót, akkor egy nevetésben tört ki. Talos másik feladata az volt, hogy a törvényt védelmezze Kréta szigetén és fenntartsa a rendet, ezért ugye évente háromszor körbeutazta a szigetet, ellenőrizvén, hogy rendben vannak-e a dolgok, és a törvényt vitte magával ugye a legenda szerint bronz táblákon. Maga az igazságszolgáltatás, ez Radamantis feladata volt, és a haláluk után, mármint Minos és Radamantis halála után, ők voltak azok, akik igazságot szolgáltattak a lelkeknek Hadészben. Talos éveken keresztül védelmezte a szigetet, azonban végül mégiscsak legyőzték, ugyanis fegyverekkel nem lehetett megölni, nyilakkal vagy kardokkal, azonban, mint tudjuk, a testében az életet adó folyadékot, az az egyetlen szeg tartott, ami a lábában volt, és végül is trükkel megölték. Mint korábban megtudtuk, már az Argo nevű hajó utasai voltak azok, akik Talos vesztét okozták, különösképpen Medea volt az, aki ebben főszerepet játszott, mégpedig úgy, hogy miután rájöttek, hogy nem fognak tudni kikötni ezen a szigeten, sőt, veszélyben volt nem csak a hajójuk, hanem az életük is, ekkor Medea a hajó oldalához vonult, és elkezdett Taloshoz beszélni, különböző varázsigéket mondott neki, és azt ígérte neki, hogy örök életet fog adni és biztosítani a számára, azonban Talos eléggé együgyű volt, ez szerint a történet szerint legalábbis itt úgy állítják be, vagy csak média volt sokkal körmönfontabb. A lényeg azonban az, hogy valahogy rábeszélt a Talos, hogy húzza ki ezt a bronz szeget, vagy is ezt a csapot, ami a bokáján volt, és így az összes vére idézővel betéve kifolyt és meghalt. A másik verzió szerint egyszerűen csak a szemébe nézett Talosnak Medea, és tulajdonképpen megbabonázta őt, amíg megőrült, fős alá futott a parton, és ebben az őrületben valahogy kiesett ez a szeg, illetve ő maga volt az, aki kiütötte vagy kihúzta ezt a szeget, és meghalt. Ancient Origins szintén ír Talos történetéről, és azt tudhatjuk meg, hogy Talos volt az első robotszerű teremtmény az emberi mitológia történelmében, illetve a történelem során ez volt az első alkalom, amikor egy úgynevezett robot előkerült. Talos neve Zeus nevéhez, illetve Zeushoz kapcsolódik, mégpedig azért, mert Zeus Kréta szigetén másképpen Talios néven szerepelt, és Talos az a napnak a neve volt az egyik ősi görög dialektusban. Szokásos történetet hallhatjuk ugye, hogy vagy Zeus készítette Talost, vagy Héfaisztosz, azonban itt azt is megtudhatjuk, hogy esetlegesen Kresz, illetve Héfaisztosz gyermeke volt,
A másik dolog, ami még egy újdonság, az az, hogy itt arról számolnak be, hogy Thalosz volt Krétának a napistene. Tulajdonképpen ez a bronz szobor testesítette meg a napot. A származására szintén, a további sorsára több verzió van. Az egyik szerint Zeus adta Minosznak, Kréta királyának, a másik szerint pedig ugye, amit olvashatunk korábban, hogy Zeus ajándékozta Európának, hogy védelmezze őt és az ő gyermekeit. És tőle került aztán Minoszhoz a későbbiekben. Jason Colavito arról ír, hogy Thalosz volt a legnagyszerűbb példa arra, ahogyan a napot megjelenítették emberi formában a történelem során. Az a feltevése Jason Colavitónak, hogy a kövek, melyeket Thalosz dobált, azok a napokat, csillagokat reprezentálják, melyek ugye szerintük abban az univerzumban vannak, amik körülvesznek minket. Ahogyan olvashattuk korábban is, különböző módokon harcolt Thalosz, az egyik ugye a kőhaingálás volt, a másik azonban az volt, amikor beleugrott a tűzbe, magához, felizzott, magához ölelte az embereket, és ezáltal megölte őket, illetve elégette őket. Ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot tudhatunk meg, mégpedig Temon időszámításunk előtt 300-ból a Példabeszédekről című művében a szardíniaiak szokásairól ír, és abból ez derül ki. Ezek az emberek, a szardíniaiak, akik Kartagóból érkeztek ide, bizonyos napokon Kronosznak áldoztak, mégpedig a fogjai közül a legszemrevalóbbakat áldozták föl, illetve a 70 éven felülieket az ő saját idősebb korosztályukból. Ezeknek az áldozatoknak örömmel kellett ezt fogadniuk, illetve megtiszteltetésnek érezniük, és nevetniük kellett mosolyogni ehhez az egészhez, a könnyek pedig gyávaság jeleként voltak tolmácsolva. Timaios kicsit részletesebben ír erről, legalábbis a Jason Colavito beszámolója szerint, mégpedig amikor ezek a szülők megöregedtek, akkor a gyermekeik voltak azok, akik kivitték őket a temetőbe, ástak egy gödröt nekik, és ott tulajdonképpen agyonverték őket egy fadarabbal. Kletarkosz pedig arról számol be, hogy a föníciaiak és a kartagóiak szintén Kronoszt tisztelték istenükként, és amikor valamit kérni szerettek volna tőle, vagy pedig azt szerették volna, hogy ne sújtsa az ő területüket semmiféle csapással, vagy kedvezzen nekik, akkor egy hatalmas bronz szobrot felhevítettek, amíg felizzott az, és ennek kinyújtott kezébe, illetve tenyerébe helyezték az ő gyermekeiket, ahol ezek elégtek, és a grimasz meg kiült az arcukra az áldozatoknak. Az volt az úgynevezett szardíniai mosoly, ha jól fordítom le ezt. Ugye ez volt az, amit Thalosszal hoztak összefüggésbe, mikor elsüllyesztett egy hajót, vagy megölte az ellenfeleit, akkor ő ebben a gúnyos mosolyban tört ki, és ugye azt mondják, hogy ez a szardíniai mosoly, idézőjelben ugye ez egyfajta mondás, vagy szólás ott náluk, ez az alapja, úgyhogy valószínűleg van valóság alapja ennek a történetnek, de az visszanyúlik egészen ehhez a kegyetlen és primitív Isten tiszteleti szertartáshoz. Ez mellesleg szerepel az írásokban is számos helyen, akik ismerik ezeket, azoknak ismerős lehet a történet 5 Mózes 12.31, mert még fiaikat és lányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek, erről beszél már a kezdet kezdetén, második királyokban 17-es fejezet 17, és átvitték fiaikat és lányaikat a tűzön, szintén Jeremiás 7.31, hogy megégessék fiaikat és lányokat tűzben, amit nem parancsoltam. És Jeremiás 19.5, magaslatokat építének Baálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben, égő áldozatot Baálnak, amit én nem parancsoltam. Ezékiel 23.37, fiaikat is, kiket szültek vala nékem tűzben, nékik áldozák azok eledeléül. Ugye a báványokról beszél, Ezékiel 23.47,
és kövezze meg őket, hogy gyülekezet, vagdalják össze őket, fegyvereikkel, fiaikat, lányaikat öljék meg, házaikat tüzelégessék meg. Ézsékiel 23:37, mert házasságot törtek, a vér van, és vér van kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, fiaikat is, kiket szültek van a nékem tűzben, nékik áldozák, azok eledeléül, ugye a bálványoknak. Úgyhogy ez nem ismeretlen az írásokban sem, ez a gyakorlat. Végezetül nézzük meg, hogy mi az, amit a Wikipedia mond Talosról. Nagyjából ugyanaz a történet bontakozik ki itt is. Arról beszél, hogy háromszor körbejárta a sziget partvonalát naponta Talos, és védte Európát Kréta szigetén. Ez egy bronzból készült robot vagy automata volt tulajdonképpen. A krétai dialektusban a Talos kifejezés az a görög Helios szóval azonos, ami a napot jelenti. Ezen kívül a Hesychius, az alexandriai Hesychius lexikon arról számol be, hogy Talos maga a nap, és Krétán Zeus neve Zeus, Talaios volt, azaz a nap Isten vagy nap Zeus. Talos eredetéről annyi derül még ki itt az eddigiekhez képest, hogy Héfaisztosz készítette Minosznak és a Kyklops segítségével egy bika formájúra. A többi történet az megegyezik az előzőekkel, ugye egy bronz robot volt tulajdonképpen Talos. Aztán leírják a szokásos történetet ugye az argonautákról és Medeáról, ahogyan megtévesztik és a végén elpusztítják őt. Van még egy érdekesség Talosszal kapcsolatban, ez pedig az, ahogyan bronz szobrokat öntöttek abban az időben, ez nagyon hasonlatos volt ahhoz, ahogyan működött maga Talos, ez az automata robot. Röviden itt van leírva, hogy hogyan is zajlott ez a folyamat, ez ugye magyar nyelven. Tűzállóanyagból készítenek egy formát, a tűzállóanyag ugye gipsz, vagy samot, vagy homokkeverék, fogalmam sincs, a samot mit jelent, de most ebben már nem megyünk bele. Gondolom valahogy így néz ki, ugye maga a sablonforma. A készformát olyan vastagon vonták be viaszréteggel, amilyen vastagra kész szobrot tervezték. A viaszrétekhez csőhálózatot illesztettek, mely a későbbiekben elvezette a megolvadt viaszt és gázokat. A viasz szobor felületét agyaggal borították be úgy, hogy a csövek vége a szabadba nyíljon. A szobrot kiégették, ekkor a belső anyag és a külső anyag kiégett, a viasz réteg pedig kifolyt, és a viasz helyén keletkezett résbe beöntötték a folyékony bronzot. A bronz kihűléskor az agyagformát széttörték, a bronz felületet pedig tovább díszítették. Ez az, amit itt láthatunk. Gyakorlatilag készítettek két réteget, és a két réteg közé beöntötték a folyékony bronzot, mikor a viasz kifolyt onnan. Ezek után pedig, ami megmaradt a végén, az volt maga a bronz szobor. Itt látható ez a forma, ahogyan ez működött volna a valóságban. Valószínűleg innen van az ötlet Taloshoz, ugye, hogy kihúzzák azt a kis szeget belőle, és kifolyik belőle az a folyadék, hiszen ahogy kihúzták a szeget, a viasz kifolyt ebből, és közé be tudták önteni a bronzréteget, vagy pedig kihúzzák, és a bronzréteg kifolyik, amíg még folyékony. Úgyhogy ez csak egy érdekesség ahhoz, hogy hogyan is keletkezhetett Talosnak a legendája. Ez ugye a viasz veszejtéses öntés módszere. Még egy érdekességet találtam, miközben az Egyiptom istenei című filmet néztük, amit nem javaslok senkinek igazából, mert eléggé primitív, de azzal kapcsolatban, hogy az isteneknek a vére az arany volt, ezen a képen nagyszerűen látható, hogy hogyan is jelenik meg a filmekben. Nyilván, hogyha valaki elkezd kutatni talán más filmeket, ezt csak érdekesnek találtam, hiszen pont mostanában néztük, és nagyszerűen illusztrálja azt, hogy mi volt az elképzelése
az ókori görögöknek, illetve azoknak a népeknek, akik ezeket a pogány hagyományokat tisztelték és folytatták. Ahogyan már korábban is szó volt arról, ezek a dolgok beszivárognak az életünkbe, azáltal, hogy mi ezeket a filmeket, zenéket, videóklippeket, olvasmányokat, verseket és satöbbit fogyasztjuk gyanútlanul, és azt gondoljuk, hogy ez csak szórakozás, és nincsen semmiféle jelentősége. Minek is csinálnák, hogyha nincsen jelentősége? Ezek a dolgok, amik a mitológiából folyamatosan a filmvászonra kerülnek, újra és újra ismétlik ugyanazt a történetet. Az ember az istenek segítségével fellázad a teremtés ellen. Ez az üzenet. Az ember együtt dolgozik az istenekkel, és a végén együtt győzedelmeskednek. Igaz, ebben a filmben most csak ez a vér az érdekes, amit úgy gondoltam, hogy megosztok, de az egész film története tulajdonképpen egy tanulmány arra, hogy mi is az, ami a világban zajlik. A félrevezetett emberiség lázad a teremtő ellen folyamatosan a saját tudatlanságában. De most nézzük meg, hogy hogyan jelenik meg még Talos a technológiában. Talos, mint karakter, tovább él mind a mai napig. Ez ugye PAL Robotics, aki elkészítette a Talos nevű robotot, ugye a valóságban ezúttal. És néhány adat Talosról: 175 cm magas, 95 kg maga a robot, 6 kg súlyt képes egy-egy karjában elvinni, minden egyes ízülete ugye érzékelőkkel felszerelt és alkalmazkodik az ellenálláshoz. Tréninget és mindenféle támogatást biztosítanak ehhez. Világon bárhol elérhető, teljes mértékben alakítható az elvárásoknak, és elérhető akár bérelni szeretné valaki, akár megvásárolni Talost. Néhány ezzel kapcsolatos esemény, ez ugye a Humanoids 2017 találkozó, ami Birminghamben lesz 2017. november 15-én, ha jól értelmezem, kétnapos találkozó, ami ugye az idézőbe tett emberszabású robotokkal kapcsolatos, és mindenféle ehhez fűződő technológiai és szolgáltatás belé témák elő fognak kerülni. Ennek az aranyfokozatú támogatója a PAL Robotics cég. Egy újabb esemény, ami egy torna vagy bajnokság forma lesz, ez a European Robotics League, aminek szintén támogatója a PAL Robotics. Ez 2017. november 24-én lesz, illetve 20-ától 24-ig lesz pontosabban, ahol is a robotok mérik össze tudásukat, ha jól értelmezem, akkor a szolgáltató szektorban végzett tevékenységeket fogják értékelni, és jutalmazni a jól teljesítőket. Ez ugye Barcelona, 2017. november. Cisco szintén felhasználta a Talos fantázia nevet, ők pedig mindjárt meg fogjuk nézni részletesebben, hogy mire is, de különböző virtuális világot fenyegető veszélyeket próbálnak kiszűrni ezzel a rendszerrel, és erről olvashatunk a Cisco oldalán. Megtudhatjuk azt is, hogy több mint 250 ember dolgozik ebben a csapatban, és több mint 1100 különböző elterelő műveletet hajtanak végre, általában is csapdákat, ahogyan a virtuális fenyegetéseket próbálják kezelni. Természetesen több milliónyi adatot gyűjtenek össze eközben. Ez egy érdekes térkép, itt ez szintén a Talos rendszeren belül. Ez ugye különböző fenyegetéseket, virtuális fenyegetéseket jelöl, ha jól értelmezem, de azért mindenki nézze meg magának, ha érdekli, de igen, úgy látom, hogy az. Egy adat, ez itt az átlagos napi spam tartalom 2017. októbertől mostanáig 454 milliárd, ugye az elmúlt bő egy hónapban, és ez 24%-os növekedés az azt megelőző hónaphoz képest. Ha valaki esetleg azon töprengne,
hogy miért is kerülnek elő újra és újra ezek a mitológiai hősök szinte minden területén az életünknek, cégek, zene, idézőjelbe tett űrkutatás, tudomány, folyamatosan újra és újra ezek a karakterek kerülnek elő. Azoknak ajánlom a korábbi videók némelyikét. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!